Üdvözlöm kedves nézőinket, Jelics Fanni vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoma című műsorát látják. A következő témákkal készültünk. Művészetek háza 40. Jubileumi ünnepség a Szekszárdi intézményben. Összefogással valósult meg ismét a hagyományőrző Roman Abbonyhádon. Czirok Róbert arcok kiállítása. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban mutatta be festményeit az alkotó. Gyászba borult Szekszárd városa. Váratlanul elhunyt a szekszárdi író, Dicső Zsolt. Hagyományőrzők a hősök terén. Idén is tiszteletüket tették a lovas zarándokok. 40 éve, 1984. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit a Szekszárdi Művészetek Háza. A kereken évforduló alkalmából jubileumi ünnepséget tartottak az intézményben. Az eseménnyel egyben kezdetét vette egy egyéves programsorozat, mely során számos kulturális rendezvény várja az érdeklődőket. A Szekszárdi Művészetek Háza fennállásának 40 éves jubileumát ünnepelték az intézményben augusztus 25-én. Az eseményen jelen voltak a Művészetek Háza korábbi vezetői is. Akkoriban nagyon sok rendezvény volt, rendkívül sok. Egyszer a Kocsis Antal mondta is nekem, hogy ő ilyen sok rendezvényt nem is csinált volna. Hát így volt tulajdonképpen, de hát az egy nagyon jó időszak volt. Akkor még volt pénz is, mert az ma már nem nagyon van. És hát akkor azért nagyon sok minden rendezvény, mindenféle volt, tényleg nagyon sok. Az ünnepségen nyílt meg V. Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor festőművészek közös tárlata. Nem véletlen rájuk esett a választás, hiszen az ő munkáik 40 évvel ezelőtt elsőként kerültek fel a létesítmény falaira. Egy nagy átfogó tárlatot láthatunk, 4 helyről gyűjtötték össze az itt kiállított munkákat, és egy reprezentatív tárlat, kiállítás, 40 éve éppen ezzel a tárlattal nyílt ugye a Művészetek Háza, és ezért ez egy nagyon klassz kezdeményezés, hogy újra a Bazsonyi-Vecsési házaspár tárlatával ünnepeljük ezt a nagyszerű jubileumot. Hát a művészek életművéből minden szelet, minden részből egy-egy szeletet tár elénk ez a kiállítás, és nagyon gazdag, és úgy gondolom, hogy az Akkor és Most cím túlmutat azon, hogy ugye akkor is így nyílt, és most is éppen ezt a kiállítást láthatjuk, hanem itt olyan értékek közléséről van szó, ami akkor is érvényes volt, és most talán még égetőbben szükségünk van ezen értékek felismerésére. Ehhez azért a képeket elmélyülten szükséges nézni, és én, mint kiállító személy, próbálok ehhez segítséget adni a kiállítás megnyitásán. A képek között portrék, életképek és tájképek is szerepelnek. Szakralitásba hajló figuratív kompozíciók, sőt kifejezetten szakrális portrék, Krisztus fejábrázolás és a vallás egyéni megélései is szerepelnek az alkotások között. És egészen az 1950-es évektől a 2000-es évek első évtizedéig bezárólag egy nagy merítést láthatunk itt. Az ünnepségen köszöntőt mondott Baki Péter, festőművész, a Művészetek Háza korábbi igazgatója. Gondolatok ezerféle kavarog a fejemben a Művészetek Háza 40 éves születésnapján. Az igazság az, hogy azt hiszem, hogy a szekszárdiak nem is igazán vannak tisztában azzal, hogy ez egy milyen fantasztikus dolog, hogy van egy ilyen Művészetek Háza. Ez egy csoda. Hiszen olyan világhírű művészek és előadók, képzőművészek, előadóművészek, zenészek léptek itt fel, akiket bármelyik nagyváros, európai nagyváros szívesen lát fellépő művészként, kiállító művészként, és hát ezek mind ide jöttek Szekszárdra, meglátogattak minket, itt voltak, jól érezték magunkat, úgyhogy ez a Művészetek Háza egy csoda, és én tulajdonképpen így is éltem meg, meg még most is így élem meg. Kicsit más volt a világ, legalábbis másként kezdődött,
mert akkor ugye állami intézmény lévén az éves költségvetést kellett megtervezni, és annak tükrében kellett meghívni a művészeket, tervezni a kiállításokat. Az egy nagyobb lehetőség volt egy művészeti vezető, egy igazgató számára, mert ez a fajta világ, amiben most élünk, ez egy kis megkötöttséggel jár, elsősorban anyagilag. Tehát nem csinálhatja azt az ember, hogy ide hívja, mit tudom én, a Stedberger Ferit, mert a Stedberger Feri ma 400 000 forintba kerül egy fellépése. Úgyhogy és annak idején, mit tudom, a Kocsi Zoltánnal meg tudtuk azt beszélni, hogy eljött egy koncertet adni, és a gázsiának a felét rögtön át is utalta a zeneiskolának. Szóval egy csomó minden megváltozott. Ezzel együtt én úgy érzem, hogy ez a lehetőség Szekszárd számára, meg a szekszárdi művészet szerető közönség számára egy fantasztikus dolog, hiszen továbbra is úgy működik ez majd, mint ezelőtt, tehát idehozza a művészetet, helybehozza a művészetet, és olyan művészetet, ami igazán érték. Berlinger Attila most már Szekszárd város polgármestereként mondott köszöntőt az ünnepségen, korábban azonban a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatójaként évekig vezette az intézményt. 1984. augusztus 20-án a város fenntartásába került, azaz akkoriban egy már-már nagyon elhanyagolt épület, századforduló előtt zsinagógának épült csodálatos épületegyüttes, és köszönhetően elődeinknek a 80-as évek elején a városunkban élő vezetőknek, hogy megmentették az utókornak ezt a fantasztikus szentélyt. Az elmúlt 40 év egy tökéletes példája annak, hogy milyen jó célra lehet fordítani egy régi szakrális épületet, és felsorolni is lehetetlen lenne hány száz kiállítás, művészeti esemény, koncert, sok száz esküvő, többek között ugye erről is ismerős volt a Művészetek Háza a városlakó körében. Szóval én azt gondolom, ez egy igazi sikertörténet. Ennél nagyobb öröm már csak egy városvezetőt akkor érhet, amikor találkozhat egy ilyen jubileumi ünnepségen városunk kulturális művészeti és közéletének legjelesebb alakjaival, az elmúlt évtizedek kiváló vezetőivel. Itt nem csak a Babits Mihály Kulturális Központ és a Művészetek Háza egykor igazgatóira gondolok, hanem arra sok-sok kiváló művészeti vezetőre, kórusvezetőre, intézményvezetőre, akik ezt a 40 évet velünk együtt egy csodálatos korszakként éltek meg. A következő egy évben a művészet kedvelők számos kulturális programnak lehetnek részesei a Művészetek Házában. Mai nap az első lépés ebben a 40 éves jubileumi sorozatban. Olyan művészeket szeretnénk meghívni ebben az elkövetkezendő egy évben, akik a 40 év alatt többször szerepeltek nálunk, akik a legnagyobb érdeklődésre tettek szert. Több olyan kiállításunk volt, amely hosszú éveket is megélt, akár 18 évet is talán úgy emlékszem, hogy a színes nyomatgrafikai kiállítás. Például az ott szereplő művészek közül szeretnénk meghívni mindazokat, akik ezen részt vettek, és akik el tudnak jönni, őket szívesen fogadjuk. Illetve volt még egy kiállítás sorozatunk, a Festészeti Triennálé, ahol szintén meg szeretnénk hívni azokat a művészeket, akik részt vettek ebben a kiállítás sorozatban. Szintén egy ilyen gyűjteményes tárlat keretében valósítanánk ezt meg. Tervünkben szerepel meghívni a Budapest Ragtime Bandet például, akik hosszú éveken keresztül az újévi koncert vendégei voltak a Művészetek Házának, de Virág Andrást és Binder Károlyt is szeretnénk a vendégeink között köszönteni ismét. Az intézményben továbbá október 19-én nyílik meg a Tolna megyei tárlat. Idén 26. alkalommal rendezték meg a Bonyhádi Roma Hagyományőrző Napot. Hatalmas kultusza van ennek az eseménynek a romák körében, és minden évben sokan látogatnak el erre az eseményre. Idén augusztus 25-én tartották meg a Hagyományőrző Roma Napot Bonyhádon. Ez a rendezvény egynapos, aminek keretein belül tánccsoportok léphettek fel, hogy megmutassák hagyományőrző táncaikat. A
Bonyhádi Roma hagyományőrző napok kezdődtek meg. Igazából ez egy egynapos rendezvény, és ezt 26. alkalommal sikerült az idén megvalósítani. Bonyhádváros Roma Nemzetiségi Önkormányzata már a megalakulását követő időszakban kitűzte célul, hogy a helyi tanulmányokra fog igazából összpontosítani, hogy a gyermekek esetében minél több okos gyermeket tudjon jutalmazni, és a költségvetésünk nagyobb részét igazából erre fordítjuk. Idén is sokadik alkalommal kiírásra került a tanulmányi ösztöndíjunk. Ezen felül volt még kiírásra került az elsősök iskola kezdési támogatása, és idén először a testület arról döntött, hogy újabb pályázattal bővíti a kínálatunkat, mégpedig a helyi kiváló sportteljesítményt nyújtó gyermekek számára írtunk ki egy pályázatot. Szóval azt gondolom, hogy ez nagyon motiváló és ösztönző a helyi romák körébe, ugyanis évről évre az a minimum 30 gyermek, aki számos évvel már nyert is pályázatot, ez folyamatosan, hál' Istennek, jutalmazva van, és ahogy fejlődünk, úgy egyre több értelmiségi roma gyermek kerül a nagyvilágba. Volt a roma önkormányzatnak egy pályázati kiírása, a pályázati kiírásnak megfeleltek a gyermekek. Most pontosan nem tudom, hogy hány gyermek, de közel 30 gyermek nyertes pályázata lett igazából elbírálva, és ez úgy zajlik, hogy ilyenkor ezen a napon ünnepélyes oklevelet adunk át számukra, amivel holnapi nap folyamán a városi önkormányzatnak a pénztárába lehetőség lesz a kategóriának megfelelő pénzkifizetésben, tehát hogy pénzösszeget fognak kapni. 30 gyermek lett, aki a tanulmányi ösztöndíjban részesült, és 2 gyermek sportteljesítmény, tehát 32 gyermek. Ami büszkeséggel tölti el az önkormányzatunkat, az az, hogy 3 kategóriába kerül kiírásra ez a tanulmányi ösztöndíj, és a legmagasabb kategóriában, 4,5 feletti kategóriában 6 gyermekünk részesült, vagy 6 gyermekünk került be, és lett köztünk egy kitűnő is, tehát egy 5,5-es átlag gyermekünk is, aki már igazából magasabb végzettségben is van, ugyanis a Petőfi Gimnázium diákja. Hatalmas segítséget kapnak, hogy ez a nap minden évben megrendezésre kerülhessen. Minden évben nyáron kerül megrendezésre. Nagyon fontos elmondanom, hogy a roma önkormányzatnak a költségvetésének igazából a több mint a felét képezi ez a rendezvényünknek a fenntartása, illetve megvalósítása, és ehhez nagyon nagy segítséget kapunk a várostól, ugyanis a város az minden évben 1.390.000 forinttal támogatja a roma önkormányzatot, ami nyilván nagy segítség nekünk, és ezzel is tudunk gazdálkodni, úgyhogy nélkülük igazából azt gondolom, hogy ez nem valósulhatna meg, és azt gondolom, hogy bátran ki lehet jelenteni, hogy ahogy a németek, székelyek, ugye a romák is helyet kapnak a városba, és ezáltal itt vagyunk mi is, és városi rendezvényt tudunk biztosítani az itt élőknek. Brandt Róbert, a Cikös-Tolna vármegyei főkoordinátora számolt be, hogy a roma közélet érdekében milyen jövőbeni tervek valósulhatnak meg. Dolgozunk, előre mutatóan dolgozunk már most is, a tervezések megvannak. Annak meg külön örülök, hogy Bonyhád ezen a napon megtartja a 26. roma napját Kincsesi Bolya vezetésével. Én amennyire tudom a programokat ismerve, kifejezetten a roma hagyományokat kívánják őrizni, a roma kultúrát ápolni, és ez a célja egyébként a Cikösznek országosan is, és az országos roma önkormányzatnak is, azon kívül, hogy néha azért belekényszerülnek a roma önkormányzatok, és így az országos roma önkormányzat is abban, hogy szociális feladatokba próbálnak segítséget nyújtani, de én azt gondolom, hogyha munkát tudunk adni az embereknek, amit becsülettel, tisztességesen elvégeznek, azért tisztességes bér jár, és ezzel fenn fogják tudni tartani a családjaikat, hiszen a családvédelem az a Cikösznek is fontos, és ez mellett ugye az oktatás, ha van kellő bevétel egy családnak, akkor azt gondolom, hogy az oktatásban sem lehet probléma. Mi a cigányságot próbáljuk szolgálni, őket akarjuk kiszolgálni, és nem az önös érdekek mellett akarunk dolgozni, ahogy ez itt az elmúlt 30 évben lehetett érezni, akár a médiában, bárhol, hiszen kiabálások, verekedések voltak, és ez mind azért, mert minden képviselő az önös érdekeit tartotta előtérben, ahelyett, hogy a hazai cigányságot próbálta volna kiszolgálni. Én azt gondolom, hogy a programot ismerve, ugye itt a roma hagyományőrző táncok mellett a roma autentikus zenekarok is be fognak mutatkozni,
a többségi társadalom felé ezt mindenképp szeretnénk vetíteni, de amit én személy szerint nagyon, nagyon fontosnak tartok, hogy a romaságban a hazai cigányságnak a fiataljai, a fiatal generáció ismerje meg a saját kultúránkat, a saját hagyományainkat, és őrizzék, ápolják, hiszen egy gyönyörű kultúra. Nyelvet, tanulják a nyelvet, és ezt bátra használják is bárhol. A táncainkat, a zenéinket, nagyon híres festőink vannak, költőink vannak. Én azt gondolom, hogy ezt őrizni kell, ápolni kell, és a fiatal generációnknak ezt át kell vegye. Nekünk meg ez a feladatunk, hogy átadjuk. Cirok Róbert arcok kiállítás megnyitóját tekinthették meg az érdeklődők augusztus 16-án a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Szép számmal látogattak el a kulturálódni vágyók erre az eseményre. Az alkotó színes és izgalmas festménysorozattal tette érdekessé a rendezvényt. Cirok Róbert neve elsősorban a kávéról és a borfestésről ismert. A 80-as, 90-es években már szép számmal voltak kiállításai és zsűrizett képei is. És akkoriban ezeket a kollázs-szerű képeket favorizáltam. Aztán jött egy váltás, illetve azt mondom, hogy jött egyfajta, az életem máshová, máshogy alakult, és a képzőművészetet egy picit hanyagoltam akkor, és amikor visszatértem már, akkor pedig a realisztikus dolgokat kezdtem el favorizálni, és akkor jött a tetoválás is, és az abból már egyenesen adódott, hogy a tetoválás az kicsit inkább a realisztikus műfaj igényének kell, hogy megfeleljen, és akkor egy kicsit ráfeküdtem arra a fajta ábrázolásra. Mindig is éred bennem a gondolat, hogy egy kicsit visszatérek a régi énemhez, amikor még fiatal voltam, és ezek a könnyed, önmagától jövő, mélyebb gondolatokkal bíró képeket szerettem volna megvalósítani. Én úgy gondoltam, hogy majd 60 éves koromban, hogyha esetleg nyugdíjas leszek, vagy kicsit már megnyugodott az életem, akkor újból előveszem ezt a fajta táblaképfestészeti dolgot. De közben szólt az élet, aztán született egy gyermekem, és amikor 5 évvel ezelőtt megszületett a gyerekem, és most már látom őt felcseperedni, és látom ezt a fajta spontán, intuitív képzőművészeti megnyilvánulást benne is, nem bonyolítom túl a szavakat, hanem látom, hogy rajzol, és hogy alkot. Kisfia motiválta, hogy újra megtalálja a festészetben önmagát. Akkor éreztem, hogy ezt újból elő lehetne venni, és ez ugye ott szunnyadt bennem végig, és el is kezdtem kísérleteket folytatni ezzel. A legnagyobb lökés az az volt, ugye 3 éve tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, és itt pályázati lehetőségeket kapunk a professzionális képzőművészek, és mindig vágyam volt, hogy egyszer majd Szegeden a Ökpalotában szeretnék kiállítani, tehát ez egy ilyen elérhetetlen dolog volt. És jött a 20. jubilómi táblaképfestészeti biennálé, ez a kortárs képzőművészeti megmérettetés a hazai egyik legrangosabb formája, és be is adta oda 3 pályamunkát, és annyira szerencsés voltam, és azokat már ebben a stílusban készítettem el, és annyira szerencsés lehettem, hogy a hazai kortárs képzőművészet elitjébe tartozó képzőművészekkel együtt az én művemet is beválogatták. Igazi ényét ugyan nem a kávé és a borfestészetben találta meg, de ezekkel is szeret alkotni. Abban számomra kevés a mondani való. Ezekben a képekben bele tudom rejteni önmagam és a világról alkotott véleményemet és képemet sokkal inkább, mint egy jól lemásolt képről. Hát a mondani való mindig ott van, tehát a rejtett mondani való ezekben a képekben legalábbis azt tudom, meg a régi képeimben. Az mindig ott van, tehát ezek mindig egy darabkák belőle. Beszélni nem nagyon szeretek ezekről, mert azt szeretném elérni, hogy valaki megáll a képet, és gondolatokat indítson, kapukat nyisson meg, és gondolatokat ébresszen. Aztán, ha találkozik az a gondolat té mögöttes, amit ő lát a képben, meg amit én ki szerettem volna fejezni, akkor jó a dolog. A tárlat maga a kedvenc. Ez a technika most a kedvencem. Igen. Amúgy a kedvencem a kisfiamról festett kép, nyilván az a szívemhez leginkább közel álló.
mindegyik kedvenc, tehát mindegyikben megtalálom. Úgy gondoltam, hogy ez a kiállítás ez olyan lesz, akkor lesz jó, hogyha ezek a képek olyanok lesznek, amiket én szívesen látnék magam körül, és a szobámban és a lakásomban is szívesen nézném. És ezek kint lógtak, 4-5 kép, ugye nem fér minden el, de 4-5 kép kint lógott otthon, és most levettem a falakról, és most érzem a hiányát ennek. És ezt eddig még nem, csak a régi képeimmel éreztem, hogy hiányoznak a képeim. Szerintem ez fontos. A festőművészet egyfajta kifejezői eszköz. A kifejezésvágy ugye egy alkotó embernek, mint amilyen én vagyok, az egy vele született, ez olyan, mint egy testrész, vagy olyan, mint egy, tehát ez elválaszthatatlan tőlem. Ha nyilván nem festenék, akkor mint ahogy zenélek is, zenélnék, vagy próbálkozom zenélnék, vagy verset írnék, vagy egyéb más dolgok, de az, ami bennem fortyog, az vannak, annak valahol ki kell jönnie, vagy elő kell törnie. Megszámlálhatatlan képet vitt már kiállításokra. Nem számolom, de egy-egy ilyen kiállításanyag 10-20 képből áll, a kapásból csak a kávésból tudnék 4 kiállításanyagot felsorolni, ami az legalább 80 kép, plusz amit eladtam, plusz nem tudom, de nem darabra megy a dolog. Élvezék. Legalább annyira, mint amennyire én. Azért, hogy elgondolkodjanak, kizökkenjen egy kicsit a hétköznapokból, vagy azért, hogy a kultúra egy kicsit jobban része legyen a mai elidegenedett világnak jobban része legyen. Ez a fajta dolog is. Próbáljunk meg gondolatokat ébreszteni, próbáljunk meg gondolkodni, próbáljunk meg másként látni, próbáljuk meg azt elfogadni, hogy valaki valahogy lát valami, próbáljuk meg értelmezni. Hát egy csomó dolog, ami kivesszőben van a világból. Éppen ezért a kiállításoknak is, meg a ezeknek is én úgy látom legalábbis, hogy egyre kevesebb az érdeklődő fizikálisan. Festményeivel motiválni szeretné az embereket, és fontosnak tartja, hogy a kultúra ne szűnjön meg a társadalomban. Idén is nagy szeretettel fogadták a lovas zarándokokat Tolnán, akik a mohácsi csata emlékére járják be az egykori sereg felvonulásának útvonalát. A Rádi József Huszár Bandérium augusztus 25-én délután érkezett a Hősök terére. Miután a lovasok megérkeztek a Hősök terére, Appelszoffer Ágnes polgármester mondott beszédet. Őrizzük a hagyományainkat, és nagyon hálásak lehetünk mindenkinek, aki a magyar hazáért bármikor meghalt. És ne felejtsük el, hogy a szomszédunkban most is háború dúl, és talán mi el se tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor háborúba kell menni. A hazáért nagyon sokan meghalnak, hozzátartozóikat veszítik el. Úgyhogy azt gondolom, hogy a hála és a köszönet mellett legyünk hálásak azért, mert békességben élünk, és kívánom valamennyiünknek, hogy ne csak mi, hanem az unokáink, dédunokáinknak se kelljen csatába menni. Varga Zsolt beszélt nekünk a nagy hagyományokkal bíró zarándoklatról, ami összeköti a múltat a jelennel, kapcsolódási pontként szolgál a történelmi eseményekhez, a kultúránkhoz, a magyarsághoz. Az ötlet a lovas hagyományőrző program ötlete az 2016-ban indul, amikor is dr. Négyesi Lajos hadtörténész fölhívja a mi figyelmünket arra, hogy 1926-ban a csata 400. évfordulóján Akházi Kamél alezredes a Hadtörténeti Intézet akkori igazgatója emléktáblákat helyezett el a csata vagy a sereg felvonulásának az útvonalán. És ezek az emléktáblák a mai napig is megtalálhatók, tehát ezek közel 100 éves emléktáblák, és ezek az emléktábláknak az a különlegesség, hogy nem csak azt mondják el, hogy emlékezzünk az itt elvonuló seregre, vagy akár a királyra, hanem egy nagyon rövid, részletes leírást is tartalmaznak arról, hogy éppen akkor itt a sereggel mi történt ezen az adott helyszínen. És akkor merült fel az ötlet bennünk, hogy itt ezen a nyomvonalon, ezen az útvonalon, ami közel 200 km, egy történelmi zarándokutat hozunk létre. Első évben még csak kerékpárosok mentek végig, és akkor 17-től pedig úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk történelmi hagyományőrzőket is bevonni. És az az év, amikor elkezdődött az, hogy korabeli viseletben hagyományőrzők lóháton teszik meg ezt a nem túl könnyű utat.
A lovasok azok a Rádi József Huszár Bandérium, kevesen tudják, hogy Tolna megyében van egy nagyon népszerű és híres Huszár Bandérium. Rádi József nevét viselik, ők kétféle történelmi kort elevenítenek föl, az egyik az a 1848-as, tehát a 19. századi huszárhagyományok, a másik az pedig a 16. századi középkori végvári vitéz huszárhagyományok, itt ezt az utóbbit láthatjuk. Egyébként maga az útvonal az Ercsiből indul, Ercsi, Dunajváros, Dunaföldvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Bátta, Dunaszekcső és Mohács érintésével érkeznek meg a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre. És mi várjuk még a mai napon? Hát a mai napon már csak a szállás elfoglalása lesz, hiszen belovagolnak Palánkra, és ott töltik az éjszakát. Holnap pedig 11 órakor Szekszárdon a Vármegyeháza előtt fognak felvonulni, és ott az emléktáblánál szintén egy megemlékezést tartunk. De mielőtt tovább álltak, még élvezhették a vándorló szépkorúak baráti körének vendégszeretetét, lecsóval kínálták őket a hosszú út után. A rendezvény meghitt pillanata, a koszorúzás, elmaradhatatlan eleme volt a megemlékezésnek. Hangulatos zeneszó kíséretében elhelyezték a trikolor szallaggal ékesített kör alakú díszeket. augusztus 23-án váratlanul elhunyt Dicső Zsolt, a szekszárdi író és költő. Halálhírét felesége tette közzé a közösségi médiában, ami valamennyi településen élő embert mélységes szomorúsággal töltött el, hogy nincs többé Kedd és kevesebbek vagyunk Zsolt nélkül. Dicső Zsolt 1956-ban született Szekszárdon, és itt is élt élete végéig. Munkásságának és életének fontos részét képezte Szekszárd. A szekszárdi I.S. Gyula könyvtár egykori dolgozója is, valamint a PAD irodalmi folyóirat alapító szerkesztője volt 1997-től. Az irodalmi világban Dicső Zsolt íróként, a vizuális költészeti munkáival, valamint a mélyárt alkotásaival is jelentős szerepet játszott. Egy igazi tehetséggel lett szegényebb a város azáltal, hogy ő már nincsen közöttünk. Emlékezzünk most meg róla egy rövid versével. Isten veled, művész úr! Itt buszoztak ők is. Utaztam a buszon, nem azon akartam. Itt buszoztak ők is, apám s anyám. Ültek, mint szoktak ott, kívül apám. És ahogy szokta, csak beszélt apám, és ahogy szokta, hallgatta anyám. Mintha valóság volt volna megint, végig gondoltam, mi jutott nekik. Bérházból bérházba panelbilincs, boltban a válasz, hogy momentán nincs. 204 szögöl hétvégi föld, amit a húgom majd megörökölt. Nekem jutott az a panellakás, amiben laktak, az abban lakás. Jutott még nekik egy forradalom, előtte háború, utána sok egyforma nap és sok egyforma év, és kívül maradni nem volt esély. Apámnak jutott majdnem 70 év, anyám 8 év múlva mondta, elég. Azóta utazom itt a buszon, hogy merre és meddig, még nem tudom. Álmodhatnék nekik szebb álmokat, de nem tudok már mást, csak buszokat. Nem tudok álmodni, csak buszokat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című műsorát látták. Viszontlátásra!